nagy tisztelője vagyok az olasz söröknek. Az orosz, az ola, orosz, az olasz nagyüzemi craft stílusú söröknek. Múlt héten kaptam számosat, hú, tudod, mik vannak még a hálószobában, Józsikám? Ákos nevű kedves néző, megjött egy Sangyong korandóval, és három láda volt mindenféle sörök, úgyhogy majd még, ha jön a rekettje, vele is majd a segére verünk néhánynak. Hát hozott pár sört, gondolta, hogy hát támogatja a sörtesztelést, a közszolgálati sörtesztelést, és Menabrea nevű főzdétől egyszer már 6 évvel ezelőtt kóstoltam az alaplágerüket. 1846. Tehát igazából Kossuth és Széchenyi még szinte haverok voltak, amikor ők már sört főztek, természetesen élekkel kezdték, és valamikor a 19. század vége felé álltak át lágerekre, és nem volt rossz, különösebb hátraszaltót se ugrottam, nem volt rossz alapsörnek, egyébként kevés helyen láttam én ezt Olaszországban, ez egy Piemonte, a töri könyvekben Piemontot írnak, lehet, hogy ez franciásan van írva, Piemonte tehát Olaszországnak az észak-nyugati részében található sörfőzde, és az az érdekes, hogy ez a nem úgy van, hogy Olaszország legrégebbi sörfőzdéje, de legrégebb óta jogfolytonosan és folyamatosan üzemelő sörfőzdéje. 1846-ban indult, ja, ott el is mondtam abban a videóban, igen, hogy Kossuth és Széchenyi beránthatott volna már Menabrea sörrel, bár akkor még nem úgy hívták, de 64-ben keresztelték át Menabreára, az olasz Menabrea család vitte a főzdét, és ez a széria, egy hiányzik csak belőle a búzasör, de hát ezt most Ákosnak nem fogom felrólni, ez is nagyon jó. Szóval ez a széria a 150 éves szériája a főzdének, tehát van nekik ilyen láger, olyan láger, amit a főzde 150 éves évfordulója alkalmából, de hogy az 1846-nak vagy a 64-nek, én nem tudom. Lényeg, hogy érdekessége az olasz söröknek, szerintem ezt már többször elmondtam az olasz sörökkel kapcsolatban, hogy a kukorica az nálunk szitokszó, tehát olyan szinte, hogy a borsodi kampányt épített arra, hogy kivonták a borsodi világosból, vagy szóval, hogy nem mondták, hogy az összesből, mert hát azért maradt még, nem is tudom, milyen borsodiból maradt még valami, valamiben van, lehet, hogy nem borsodinak hívják, de valamelyik ilyen másodlagos brandjükben van, és hát közben súnyim meg például a Basztáropra ment Prahába, ugye azért csak belerakják a malátázatlan árpát, és a többi, és a többi. De szóval a kukorica nem biztos, hogy rossz, és hogy az olaszok, ezt szoktam volt mondani, hogy önmagában, hogy kukorica van benne, nem biztos, hogy rossz, mert az olaszok is egy csomó olasz sörben, iható olasz sörben, például én a Peronit az ihatók közé sorolom, de hogy nem feltétlen szarrágásból rakják bele a kukoricát, és mondom, Miskolcon ittam a Zipsnél, ami Turóci József, aki a Borsodinál volt, aztán a Zipsnél volt, és ő aztán tényleg egy ilyen Jedi szintű magyar sörfőzőmester, és most a CC-nél van, ha jól tudom. Ő csinált egy olyat, valami epres, belga, ott tényleg letettem a hajam, lefostam a bokám, leestem, az olyan volt az a sör, hogy megőrültem, és mondta, hogy na látod, ebben van kukorica, mert egy csomó olyan recept van, aminél az ízhez kell a kukoricának az íze. Nekem ez magas, tehát én még kukoricával nem főztem sört. Na és ebben a három sörben, ami ugye egy kicsit emeltebb szortimentje a Menabreának, a négyből háromban van kukorica, és csak egyben nincs. Mégpedig ebben, az erős lágerükben, amit lehet, hogy azért nem raktak bele kukoricát, mert gondolták, hogy épp elég kihívás, épp elég szar egy erős láger önmagával, nehogy még kukoricával is súlyosbítsuk. Ambrata, Bionda, Rossa, igen, a Biondával kezdünk, ami ugye a blond, a szőke. Egyébként konyhaművészetileg, ugye Piemonte, elég franciás, tehát már Napóleon előtt, tehát az 1800-as évek elején már azt a piemontei szárd királyságot a franciák annektálták, és ugye az olasz egység motorja, gyakorlatilag ugye Cavour gróf volt, aki Piemont miniszterelnöke volt, és ó, azt is, hogy
Cavour grófnak mi volt az igazi neve, nem tudom, az olyan, mint Wellington herceg, hogy neki is volt egy normális neve, tehát Waterloo-nál még senki se írt a Wellington hercegének, hiszen akkor vásárolta a hercegséget, de volt neki egy ilyen normális neve, Cavour gróf, Camillo, Basso, Bava, valami, whatever. Szóval, hogy a Piemonti hercegség volt a Risorgimento, az olasz egység motorja, és az első olasz királyok is, már úgy értem, hogy ezek az első olasz újkori királyok és piemontiak voltak, szóval van egy csomó helyi kaja pia, és egy csomó helyi kukoricás sör. Bionda prodotta dal 1846, con materie prime d'eccellenza nel rispetto della tradizione, oh, hát tisztelik a hagyományt, una varietà de aromi distintivi frutto di una maturazione de 30 giorni. 30 napos érlelés gyümölcse ez a sör, nem ám ez a felgyorsított erjesztés. 30 napig érlik, 4,8%, és itt most nehéz kibogarászni, de szerintem Olaszországban kötelező, nem tudom, hogy hívják ezt a lapot, valami terméklap, vagy mi az istennyila, publikálni, és akkor ott van egy PDF, letöltöd, és ott van rajta, hogy tartalma, máltod orcó, mint árpamaláta, és kukorica. Szóval ebben is van kukorica, de elég prémium terméknek néz ez ki ahhoz, hogy jó, aztán lehet, hogy szar lesz. Na, hát ezért kóstoljuk meg, nem? De nem néz ki rosszul, de ettől még szar is lehet. Kukorica általában jót tesz a habnak. Szép, apró bubik. Jó illat. Pah. Innánk ilyet? Ugye? Ha, te jó. Friss, komlós. Ah, németes. Kicsit olyan németes illat. Vannak nagy, ajánlom a Menabrea honlap nézegetését, jó videók is vannak, ahol végigveszik, hogy a címke hogy alakult ki, hogy akkor az első években mi volt a címkén, aztán a következő években megjelentek először a két oroszlán, aztán a tradicionális sörfőző szerszámok, mindenféle lapátok, ilyen kanalak. Figyelj, nagyon jó komló illat. Friss, kesernyés. És rágyfény. Van baja? Kukorica? De hát ez, figyelj, hát minden kukorica, ugye, hogy nem azon múlik. Hogy jól néz ki, és finom, friss. Finom, friss, frissítő. Utóízis tök, ugye az utóíz az valójában egy szag, csak hogy a szaglóhámunkat egy másik irányból éri az inger, tehát... De ott sincs. Ez az, ahol egyébként a dréjerek általában elvéreznek. Kifújod, igaz? Kifújod a levegőt, és legszívesebb megbánod az egészet, hogy nem kellett volna lenyelni. Ezt nem bánod meg. Menabrea. Az, hogy elegáns, basszus, ilyen hülye reklámszövegek tolulnak ajkamra. Ez olyasmi, amit az Asahiről mondanak. Száraz, nem? Egy olyan karakucsi ízvilág. Ilyennek képzelt, frissítő, nem? Száraz. Írják ott a terméklapon, várjál, most keresem. Fölírtam, Bionda, 11,2 a balling, és 4,8. 38 kalória. És azt írják, hogy... Taste balance, angolul van a terméklap, taste balance, remarkable. Tehát figyelemre méltó ízegyensúly, és igazat mondanak. Na. Józsi most már szinte mohó érdeklődéssel vizsgálja az üveget, látom a tekintetében, hogy valahol vennék ilyet. Ugye? Kukorica, és nem haltunk bele. Úgyhogy bátran megnézzük, hogy az Ambrata alkoholba menjünk fölfelé, vagy Premium Amber, vagy a Rossa. Gondolom a Rossa az följebb legyen. Birra 5, 7 fél. Ja. Na, Ambrata. Az Ambrata, tehát ez a borostyán színű, nem tudom. Ez úgy él az olaszok fejében. Ja, azt akartam mondani, hogy a videó
videón látni régi reklámokat is a Menábráról, és van ott egy kurva jó, hogy a lágersör, és olaszul ott van, hogy a Bavariano, vagy valami, hogy a bajor stílusú sör. Szóval, hogy erre ők azt gondolják, erre az Ambrátor, hogy ez a Mercen. Hogy ez egy Mercen sör, tehát 11-8 balling 5%, 42 kalória, és kukoricás. Egy kukoricás Mercen, prémium termék, úgyhogy természetesen van saját kupakja. Gold medal winner, várjál, van egy gold medal winnerje, World Beer Competition. Ez vajon egy teljesen kamu sörverseny lehet a World Beer Competition? Gold medal winner. Gold medal winner. De ez döbbenet volt ez most ez az első. Megtértem. Kukoricát akarok. Elég az árpa rémuralmából. Hoppá, várjál, német mercen. Részszínű. Anyám! Ilyen a kukorica. Gran Turco. Viva Gran... Na? Na? Édes, mézes, karamellás. Jaj, most hallottam a Darwin Démonai podcastban, a szaglásról volt szó, és hogy a kutyáknak azért olyan jó szaglása, bár ezt nem mondták a hosszú orrmiatt, de hogy a kutyák egy folyamatos szagvilágban élnek, és hogy ott a folyamatosan áramlik a szag, és arra figyelnek, hogy az emberre lefordítva olyan a mi szaglásunk, mintha mi időnként hosszasan becsuknánk a szemünket. Szóval azért kell, azért mondta a reketyés, hogy ne szagoljak olyan gyorsan, hanem és itt nincs kellemetlenség. Szépen áramlanak fölfelé az apró buborékok. Nincs erős íze, de ami van, az hibátlan. Elegáns, a szentség itt, ez a Menábrea, nem gondoltam. Ittunk sok szart olaszt. Voltak ezek a kamu, amiket én hoztam még azok a... Tudod, ez a hülye csatos üveg, mit tudom, minden ilyen 4 euró volt, egy fél literes. Ákos hozott Peroni Gran Reservákat. Ez csak a jó. Ez is tök finom. Utóízben talán egy kicsit érezni a kukoricát, de nem kellemetlenül. Ugye, hogy így, hogy tudod, így megjelenik a szemem előtt egy ilyen elméleti kukorica, de ez nem fáj. Kicsit fosok ettől a strongtól, már úgy értem, hogy félek, elnézést, de rossz szót használtam. És akkor jöjjön a rossza, a vörös sör, ami 17 ballingról indult, és rá van írva, Premium Doppio Malto. Ja, Biellának hívják a várost, ahol a főzde elhelyezkedik. 7,5%-os ez a rossza, és mondom, ebben is van kukorica, Birra Menabreas SPA, Via Ramella Germanin, Biella Italia. Ilyen Biella nevű városa, szerintem nekünk ez az egész Piemont, ez nagyjából kiesik, tehát ahol, ha nem érsz el egy seggel Magyarországról kényelmesen, na Milánónál föladod, szóval meg már délnek fordulsz. 7,5. Tehát gyakorlatilag ez is egy erős láger lesz, egy kicsit túl vadul töltöttem. Vörös. Na Józsi, én elégedett vagyok. Ma tanultunk valamit. Már úgy értem, hogy egy pozitív élménnyel gazd, nem? Ez a Menabrea. Hiszen megyünk még Olaszországba, és akkor meglátjuk a Menabrea 150 éves kollekcióját, hát ez is tökéletesen néz ki. Hú, ennek már érdekesebb illata van. Itt már ilyen karamellás, valami gyümölcsös, ilyen erdei bogyós izé. Hú, de érdekes, ilyen turmixos, ilyen smoothie-szerű, édes, gyümölcsös fanyar. Veszes, Menábrea, rohadjatok meg. De jó, ebbe bele se iszom, ez annyira jó illat. Bah, olyan friss, gyümölcsös, mi az Isten nyila? Te így a
Vastag, de könnyed. Az anyám úristenit. Kukoricával. Karamellás, kicsit olyan folyékony nyalókás. Elegáns, az elegancia, ugye? Hogy a... Na, Brea, mi az Isten nyila van ezekkel? A legszarabb reklámszövegeket akarom folyamatosan, letisztult, tényleg ropogós, finom. Az illata savanykásabbat ígért egy kicsit, az íze meg érde, de ez nem baj. Tökéletesen aszalgyümölcsös az illata, és az ízében meg nem érzem azt az aszalgyümölcsöt, de nem baj. Az íze egy olyan nyalókás, grillázsos, basszus, menábra, egy petákot nem adtam volna azért, hogy ez jó lesz. Azt hittem, hogy majd így letudjuk, az csá. Hét és fél százalékos kukoricás olasz erős lágért ittam, és élveztem. Na de majd most. Bár, ki tudja, lehet, hogy megugorják az erős lágert. Nem raktok bele kukoricát, figyelj. 8 százalék, 16,8 ballingról indult, 50 kalória, fenyegetően, ez már ilyen dögcédula-szerű kupak, tudod, hogy majd ezt rakják a nyakadba, a holttestednek, mert hát ki volt az a hülye, aki ivott egy erős lágert. Birra doppio malto, ez a doppio malto, ezt imádják az olaszokat, van mögöttem a pulton, szintén Ákos hozta, valami Coop nevű boltnak a sörei, majd azt legközelebb. Doppio malto, tehát hogyha több maláta van, de a doppio malto az ugye nem akadályozza őket abban, hogy rakjanak bele még egy kis kukoricát is. Caratterizzata una varietà di aromi unici e distintivi frutto di una maturazione, ez is 30 napos érlelés. 30 giorni di maturazione, Menabrea strong, premium strong. Ez nagyon szép a címke. Olyan, hát régies, de az is elegáns. Hát most mit? Én komolyan agresszív leszek attól, ha meghallom ezt, ha egy termékre azt mondják, hogy elegáns. Úgy értem, aki árulja, vagy gyártja, vagy reklámozza, de... Hát itt már nem olyan alakúak a buborékok, de... A hab az hab. Hú, Józsi, vegyek a Mannába olyan 9%-os ukrán erős lágert. Egy néző ajánlotta, hogy hoz, aztán láttam a Mannában múltkor véletlenül, hogy ott is van. Veszek azért. Egyre szebben alakul, figyelj! Az előbb máshogy mentek a buborékok, nagyobbakkal indult, és ezek most kisebbek. Nekem kicsit, mint az első illata jönne vissza, mintha a sima láger illata jönne vissza, az a füves, kis finom fri... Józsi tűnődve nézi üres poharát. Mondjuk ennek már elszállt, kiszállt a komló belőle. De olyan füves, olyan cselágeres, vagy nem is tudom. Mert valahogy a cselágerekben kicsit több a komló. Nagyon szép a sör, szép. Hát ezt mind meg fogjuk inni. Ez 8%. Hát ez úgy esik le a gigánkon. Basszus! Ezt szeretném összekóstolni, és küldjetek még, a mi volt az a spanyol erős láger, ami annyira jó volt, és szintén 8% volt, vagy valami ilyesmi. Az is valami Gran Reserva volt. Hú, most nem jut eszembe, majd kiírom, ha addig eszembe jut. Valami hosszú neve volt a sörfőz. Hát gyerekek, jó. Ma is tanultunk valamit. Ha Olaszországban láttok ilyet, ezért jót állunk. Nézzétek meg a olasz sörök lejátszó listámat, mert ott láthatok rossz söröket is. Basszus, de jó.
elegáns, mi az Isten nyila, hogy ez eddig, hogy kerülhettem ez, eddig ezt? Túlszúrhatottak egy német sörfőzőmestert. Hát lehet. Vagy franciát. Jaj, de szép. Na. Hát ez jó volt. Úgyhogy ha valaki véletlenül erre el, most már kezd érdekelni a 150 éves évfordulós búzasörök is.